Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez a Műhely, a Szombathelyi Televízió kulturális magazinja. A mai műsorban olyan emberekkel beszélgetek, akik a területükön kiválót alkottak, kiváló munkát végeznek, és nemrég szakmai elismerésben részesültek. A vendégem lesz Gyenge Tibor, a Szavária Szimfonikus Zenekar koncertmestere, illetve a Berzsenyi Dániel könyvtár két kollégája, Kisné Bai Éva és Perger Ádám. Hamarosan kezdünk, tartsanak velünk! Az év zenekari művésze címet kapta nemrég Gyenge Tibor, a Szavária Szimfonikus Zenekar koncertmestere. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszöntöm itt a televízióban. Nagyon szívesen, megtisztelő, köszönöm. Nem ez az első alkalom, hogy önnek ítélték ezt a díjat, hogyha jól tudom, a negyedik. Így van, 93-ban jöttünk Szombathelyre, többes számban mondom, mert a nejem is hegedűs, ő is a Szavária Szimfonikus Zenekarba, és utána 95-ben, 2001-ben, 2002-ben volt szerencsém, és büszke vagyok azért, hogy a kollégáim anno rám szavaztak, még most is, úgyhogy maguk előtt egy boldog ember élvezi ezt a kitüntetést. Mit kell tudni erről a díjról? A Magyarországi Szimfonikus Zenekarok Szövetsége, mondhatnám így, hogy kitalált ezt a nagyszerű díjazást 80-as évek végén, és azért mondom, hogy nagyszerű ötlet, mivel hogy végre nem csak azok kaptak és kapnak elismerést, akik mondjuk egy szimfonikus koncert alkalmával igazából reflektorfényben vannak, és akkor hirtelen szolistára, karmesterre gondolok, hanem azok a idézőjelben kis katonák, akiknek a részt, akiktől összeáll maga a szimfonikus zenekar, amitől megvan az a szint, az a kvalitás, amitől gyönyörűen szól egy szimfonikus zenekar. Tudjuk nagyon jól, hogy nincs az a nagy vezér, marsal, tábornok, aki csatát vagy háborút tudna nyerni kis katonák nélkül. Úgyhogy, ami nagyszerű ennél a díjazásnál, ennél az elismerésnél, hogy a saját kollégáink titkos szavazatok alapján történik meg, körülbelül ennyit tudok mondani. Mikor kezdődött a zenei pályája? Hogy kezdődött? Hozzátenném, én mi Erdélyből települtünk át 93-ba. 85-be fejeztem be a Kolozsvári Zeneakadémiát, utána a Nagyszebeni Zenekarban voltam hegedűs, és utána a koncertmester is, és 93 óta, ahogy említettem, 93 óta Szombathelyi Zenekarnál vagyunk. Hogy lesz valakiből hegedűsből koncertmester? Hú, jó kérdés. Köszönöm a kérdést. Ugye a koncertmesterség nem csak azzal jár, hogy igazából jól vagy a legjobban tudni kell hegedülni, hanem talán az a hozzáállás egy partitúrát felismerni, a jó kapcsolatteremtés a kollégákkal, a muzsikusokkal, legyen az fúvós, ugye, mert ugye hegedűs és a vonosok, megint egy más műfaj, és egy olyan kapcsolatot teremteni a mindenkori karmesterrel, hogy tudjuk közvetíteni a zenei irányokat. Hát körülbelül ennyi. Eléggé összetett dolog. Milyen képességek szükségesek ahhoz, hogy valaki ezt jól tudja csinálni? Amit az előbbiekben említettem, ez talán a legfontosabb az, hogy igazából jól átadni azokat az instrukciókat, amit egy karmester elvár egy szólamtól, egy fúvós kollega szólistától. Ugye a fúvósok megint egy picit más szerepkörbe mozognak, ők tényleg nagyon gyakran, ha csak percekig, de sokszor szólistái az adott zenei pillanatnak. Vonosoknál egy kicsit más a helyzet, mert ez egy összetett, ez egy csapatmunka.
Igen. 1993 óta van itt Szombathelyen. Ez hosszú idő. Melyek ennek a legemlékezetesebb pillanatai? Hú, hát... Néhányat, hogyha felidézne nekünk. Most hirtelen eszembe jut egy olaszországi turné, ugye Itáliában elég gyakran jártunk. A fiam azt mondta, hogy mondjak egy humorost is, és azért ez úgy hirtelen eszembe jutott, hogy mi lenne humoros, de ez nem csak az. Róma melletti kisvároskában lett volna egy szabadtéri koncertünk, egy hihetetlen nyári zivatar volt koncert előtt, és a szervezők bajba kerültek, mert nem tudták megszervezni az igazi szabadtéri helyszínen, és akkor egy kis késéssel egy templomba átszervezték a helyszínt, és ott szerepeltünk. És a koncert végén jöttek a ráadások, tipikus magyar zenekar, hát magyar muzsikát játszani, Brahms magyar táncokat játszottuk, ha jól emlékszem, pont a 5-ös számú magyar táncot, és egyből lett egy igazából áramszünet, már késő 10 óra volt, és hiába nyár, de korom fekete sötétség, egy piciket megtikadt a zenekar, de közben egy jó néhányon folytattuk a muzsikát, és körülbelül a tánc közepe tájáról végig játszottuk az egész muzsikát, mondhatnám kívülről fejből, nem láttuk a karmestert, ment a muzsika, vége lett az utolsó akkordnak, és abban a pillanatban újból fény, és jött a nagy taps. Ez tényleg abszolút emlékezetes volt, mert mi se gondoltuk volna, ugye első hegedűsök és fontos első fúvósok játsszák a dallamokat, de ugye a szép zene át van ölelve szép harmóniákkal, ritmikai harmóniákkal, és a drága, fantasztikus kollégáim ezt abszolút kis zsebből elővették az egész muzsikát, úgyhogy ez tényleg egy emlékezetes és szép pillanat volt. De talán a memóriámmal vannak bajok, rengeteg ilyen gyönyörű pillanatokat tudtam átélni a 30 év alatt. Mit tanácsolna azoknak az ifjú muzsikusoknak, hegedűsöknek esetleg, akik most kezdik ezt a szép pályát? Hú, nagyon sok gyakorlást, persze, ezt mindenki tudja. Az alázat a szakmával szembe és a szeretet. Ez a kettő talán sok mindent, sok akadályt le tud győzni. És utána működni fog a dolog. Szerintem ez a két dolog nagyon fontos. Meg a zenét szívvel lehet csak csinálni, persze, hogyha jól gondolom. Persze, őszinteséggel. De ez a zenei szeretettől fakad. Hogy telik a zenészek nyara, mint a szimfonikus zenekarnál? Kis pihenéssel. Ebben a korban szükséges a pihenés, de említem a koromat, sokat nem nagyon, mert újból augusztusban folytatni fogjuk a munkát. Kell az a pihenés, de újból elő kell venni a hangszert, és a kis katonákat edzésbe kell hozni időben ahhoz, hogy működjön a rendszer. De ez már a mi házi feladatunk. Az elismeréshez még egyszer gratulálok Önnek, a beszélgetést pedig köszönöm, és további szép nyarat kívánok Nagyon Önnek. Szépen köszönöm, köszönöm szépen. Horváth Boldizsár és Szili János szobra Szent Márton Hermája a Székesegyházban, mind-mind Tóth István alkotásai. Az 1934-ben elhunyt szombathelyi szobrászművésznek mintegy 400 műve ismert, ebből 14 a parlamentben, 8 pedig a Vajdahunyad várában áll. A Strammel gyűjteményben csütörtökön megnyílt kiállítás bemutatja Tóth István munkáit és Garas Kálmán azokról készült fotóit. A tárlat augusztus 21-ig látogatható, ebbe engedünk most bepillantást egy bejátszás erejéig. Szent István lovas szobra, korsós lány, térdepelő püspök kis plasztika. Pályája során több mint 400 szobrot alkotott Tóth István, aki 1861-ben Szombathelyen született. A Bécsi Képzőművészeti Akadémián tanult, majd Budapesten a Várkert bazárban bérelte Strobl Alajos korábbi műtermét. Itt alkotott élete végéig. Készített oltárt, szobrot, domborművet, síremléket, kisplasztikát, lovas és mellszobrokat. Művei az ország számos pontján megtalálhatók, Budapesten, Nagyváradon, Szentesen, Pozsonyban és Sárváron.
A Szegedi Dómot 140 alkotása díszíti, ez volt a legnagyobb munkája. A parlament homlokzatán királyszobrai láthatók. Számos díj birtokosa, Bosszú című férfi aktjával ezüstérmet nyert a párizsi világkiállításon. A kiállítás ötletgazdája a Vasi Tit Tóth István baráti köre. A bemutatott darabok egy része a Szavária Múzeum gyűjteményéből való, a többi magántulajdonban van. Ennek a két szervezetnek, bár az egyik egy civil szervezet, a másik pedig egy közintézmény, mégis közös a missziója. Mégpedig ez a misszió a hely történethez, a helyi identitás tudathoz, az emlékekhez, az őrzéshez és annak bemutatásához a jelenkornak, és hát szeretnék, hogyha egy fiatalabb generációnak is sikerülne. Ez talán a mi küldetésünk és közös hivatásunk. Pillanatnyilag itt most Tóth Istvánról van szó, egy olyan szobrászművészről, aki Szombathelyen született, és Budapesten teljesítette ki az ő munkásságát. Viktora Antala baráti kör elnöke a megnyitón felidézte az alkotó életének főbb momentumait, és Zsámbéki Mónika művészettörténész szavait idézte. A neobarokk historizmusnak némi nemzeti hangsúlya Tóth István a szobrászi mesterség teljes birtokában elegettet, de soha nem lépte át azt a határt, amelyben művészi tagályossá váltak volna alkotásai. Sokkal több kísérletezőket, játékosság, közvetlenség tükröződik a saját örömére, családja, barátai kérésére készített munkákon. Ezeknél a szobroknál olyan mozgásbeli és formai kísérletezésre is lehetőség adódott, amely túllép a megszokott, berögzült stílusformákon, és így újabb, kötetlenebb, modernebb művészi utat mutat. Eddig az idézet. Tóth István szakmai és társadalmi elismertségét kifejezi, hogy a magyar képzőművészeti társulat elnökének is megválasztották, és magyar királyi kormányfő tanácsosi cím tulajdonosa volt. Művészetét letisztult, egyszerű formák jellemzik, ez tükröződik lányáról, Margitról készült portréján is. Tóth István 1900-tól kezdve Szombathelyről is kapott megrendeléseket, ő készítette el Horváth Boldizsár, Éhen Gyula, Gotthárd Jenő, Szili János szobrát és Szent Márton Hermáját. A művész szülővárosában, a Szalézi templomban nyugszik. Munkáiról Garas Kálmán készített fotósorozatot egy könyvhöz, amit Ács Pál kezdeményezett. Ő fedezte fel Tóth István munkásságát újra, és kezdte kutatni életpályáját. A fényképek közelebb hozzák a szobrokat a szemlélőhöz. Láttam egy olyan kiállítást, ami nekem igazán kicsit méltatlannak éreztem az egész megmutatását a munkáknak, a fotóknak, és akkor javasoltam, hogy egy egységes fotóanyagot készítsünk, ami akár egy vándorkiállítás anyagaként is szerepelhet bármilyen helyszínen. Hát ezt látjuk itt most. A Szegedi Dómnak a felfedezése nagyon érdekes volt számomra, mert elég kevés információt kaptam, mit is kell lefotóznom. Tudtam, hogy rengeteg minden van. Úgy kezdődött a történet, hogy bementem a plébánál, és vettem egy könyvet a Szegedi Dómról, és akkor hát néztem, hogy melyik munka is kell, ami fontos, és le kell fényképeznem. A parlamentben is nagy élmény volt, ott egy fél napra magamra hagytak, és hagytam ott, mehetem fényképezgetni a faszobrokat, mert ott itt a mesterségeknek a bemutatását fényképeztem. A folyosókon vannak ezek a szobrok, a hajózás, meg fényképészet is van, ilyen is fényképész. És hát van a külső szobrok is, amiről itt a megnyitón is szó esett, hogy az oldal részeken, meg hát még az árkádokat, még ki nem rakott szobrok is vannak ott a parlament környékén. Úgyhogy ezek voltak, és hát azok kívül hát Nagyváradban jártunk, Szanyuszló Ferenc szobrot fényképeztük, Szent László szobrot, és hát utána meg hát a Püspökvárba is az ott levő kispasszikákat kellett fényképezni. Hát szóval egy nagy kihívás az embernek, hogy nem tud beszélni az alkotóval, és ugyanakkor az a feladata, hogy a legjobb nézőpontból, a legjobb világításból fényképezzen le valamit. Szóval ez azért kell alázat, mert ezt nem lehet csak úgy
bármikor, hanem az emberek többször vissza kell menni, megnézni, hogy Horváth Boldizsár szobor szép fény éri-e, és akkor lefotózni. A kiállítás augusztus 21-ig tekinthető meg. A Tóth István baráti kör nyáron többször szervez sétát a művész emlékére Rumi úti szülőházától kiindulva. A vendégeim Kisné Bai Éva, a feldolgozó csoport vezetője, illetve Perger Ádám rendszergazda, a Berzsenyi Dániel könyvtár munkatársai. Szeretettel köszöntöm Önöket a stúdióban. Szép estét! Köszönöm szépen! Az apropója az a mostani találkozónak, hogy a Berzsenyi Dániel könyvtár minden évben elismeri néhány kolléga, egész pontosan 4 kolléga munkáját különböző díjakkal. Ilyenkor 3 szakmai díjat osztanak ki, illetve 1 közönségdíjat, szimpátia díjat, ami pedig a dolgozók szavazatai alapján kerül ki. A 2021-es évi teljesítmény alapján Szalainé Bodor Edit, Spigler Kutasi Nikoletta és Perger Ádám kaptak szakmai díjat, a szimpátia díj pedig Kisné Bai Évához került. Kettejüket fogadom most itt a tévében, de természetesen mindannyiuknak gratulálunk az elismerésekhez. Kezdjük azzal, hogy mit kell tudni erről a díjról, milyen hosszú időre tekint ez vissza? Hát a Berzsenyi Könyvtárért díjat Pallósiné dr. Toldi Márta alapította a központi épület negyedszázados jubileumakor 1995-ben, és hát ahogy említette is, 4 kategóriában kerülnek kiosztásra ezek a díjak, és a legelső alkalommal 1995. december 13-án adták át ezt a díjat, azóta pedig minden évben tulajdonképpen egy adott tárgyévre visszatekintő közös munkaértekezlet keretein belül kerül átadásra ez az elismerés. Az ön esetében a könyvtári integrált rendszer váltása és annak kapcsán nyújtott munkája az, ami miatt a szakmai díjban részesült az igazgatónő leírása, elmondása alapján. Hogy zajlott ez a folyamat? Itt kíváncsi vagyok arra, hogy miért volt erre szükség, milyen hosszú előkészítő munkát igényelt, és mit tapasztalnak ebből az olvasók, vagy akár a könyvtárosok munkáját mennyire könnyíti meg? Igen, hát tulajdonképpen az integrált rendszerváltásnak az alapját az adta, hogy az előző rendszerünknél a támogatási szerződést a gyártó, vagy hát aki tulajdonképpen támogatta a rendszert és az üzemeltetésben és az egyes módosításban is részt vett, ők tulajdonképpen ezt a szerződést felmondták, és ez tulajdonképpen 2020 nyarán történt, és ennek kapcsán kezdtük meg egy új integrált rendszernek a bevezetését, és ez a munka már 2020 őszén elkezdődött. Természetesen ebből az olvasók nem érzékeltek még akkor változásokat, hanem ezek a folyamatos munkák a háttérben zajlottak, és ugye a díjat Szalainé Bodor Edit igazgatóhelyettes asszonnyal közösen vehettük át ennek a munkának az elismeréseként. Itt tulajdonképpen egy szinte egy éven át tartó folyamatos munkát kell érteni, ami az előző integrált rendszerből történt adatkinyerés, úgymond úgynevezett exportálást takarja, és a másik, a mostani szikla integrált rendszerbe történő beimportálást. Itt különböző adatcsoportokat kell érteni, tehát például a bibliográfiai rekordoknak az adatait, olvasói adatokat, különböző táblákat, és így tovább. Ezekből rengeteg volt, és tulajdonképpen ezek mellett ugye a munkatársi gépekre is telepíteni kellett az új rendszert, és ehhez kapcsolatosan új számítógépeket is, klienseket is szereztünk be. És ugye a teljes átállás az 2021 nyarán valósult meg. Ekkor az olvasók a nyitás után
nem csak egy új integrált könyvtárrendszerrel találkozhattak, hanem ebben az időszakban valósult meg a megyei könyvtár honlapjának is a teljes megújítása, ami azon kívül, hogy egy teljesen új család, vagy hát egy új honlapot eredményezett, ezen kívül a könyvtár arculatába teljesen illeszkedett, és az integrált könyvtári rendszer opakja, ez a kereső, az olvasók számára elérhető kereső, ez is ebbe az arculatba illeszkedik. És hát, hogy az olvasók ebből ezen kívül mit érzékelhetnek, például az új rendszerben lehetőség nyílt automatikus e-mailek kiküldésére is, ami például a 3 nappal a kölcsönzési határidő lejárata előtt egy e-mail emlékeztetőt küld az olvasónak. Ez nagyon hasznos, tehát olvasó visszahozza az illető kölcsönzött könyveket. Ezen kívül fontos. További hasznos funkciókkal bővült a rendszer, de akár ide sorolhatjuk a különböző előjegyzés értesítőket, az opakon történő hosszabbítás, az ugye a régi rendszernél is volt, itt is rendelkezésre áll, le lehet foglalni könyveket, és én úgy gondolom, hogy felhasználóbarát is a rendszer. A díjra számított egyébként, vagy meglepetésként? Nem. Én teljesen meglepődtem rajta, én egyáltalán nem számítottam rá. Az is különösen elismerő, hogyha valaki a munkatársak szavazatai bizalma alapján kap egy díjat. Igen, én is nagyon meglepődtem, egyáltalán nem számítottam rá, és nagyon hálás vagyok a kollégáimnak, hogy bizalmat szavaztak nekem, mert ez úgy feltételezi az ember, hogy nem csak a személyes jó kapcsolatok okán alakult ez ki, hanem felfigyeltek esetleg a szakmai teljesítményre is, ami meghatározó ennél a díjnál, majdnem ugyanolyan arányban, mint a személyes vagy a szimpátia alapján, úgyhogy én nagyon meglepődtem és nagyon örültem neki, hogy ezt megkaptam. A többi szervezeti egység mellett a feldolgozó csoport munkája is nagyon fontos a könyvtárban. Mi pontosan az önök feladata? Nálunk történik a dokumentumok megrendelése. Ide lehet érteni a könyveket is, folyóiratokat, DVD-ket, tehát a nem hagyományos dokumentumokat is. És megrendelés után a terjesztők hozzánk küldik a megrendelt csomagokat, mi vesszük át, beintegráljuk tulajdonképpen a könyvtári rendszerbe, és az állományunkba bevezetjük, leltárnaplókba bevezetjük, és ki kell mutatni az év folyamán rendszeresen, hogy mennyi dokumentummal gyarapodtunk. Ugyanúgy nálunk zajlik az állományból való kivonás is, tehát közérthető módon a törlés, és ez a két adat adja aztán évvégén az állományunknak a nagyságát, értékben is, darabszámban is. A bekerült dokumentumokat tulajdonképpen mi tesszük kölcsönzésre alkalmas formára, és tulajdonképpen az összes azonosító jegyet, jelet mi tesszük be, ideértve esetleg a mágnes csíkozást, ami az állományvédelmnek nagyon fontos eleme, ugyanakkor az azonosításhoz alkalmas például vonalkódokat, jelzeteket, ami azonosítja, egyedi azonosítást tesz lehetővé a könyveknél, vagyis hát az összes dokumentumnál, és a gerincét ellátjuk, a könyv gerincére rárakjuk a jelzetet, aztán pedig az integrált rendszerünkbe, az adatbázisba betápláljuk az egyes dokumentumoknak az adatait is, úgyhogy ami tőlünk kikerül, az már kölcsönözhető állapotban van. Hát amennyiben kölcsönözhető maga a könyv vagy dokumentum, mert például a helyismereti gyűjteményünk minden egyes eleme az csak helyben használható.
A beszerzéseknél fontos szempont az is, hogy milyen igények érkeznek az olvasóktól, hogy ők milyen új kötetekkel szeretnének találkozni. Követik a tapasztalatok szerint az olvasók az új megjelenéseket, és várják azt, hogy a könyvtárban is hozzáférjenek ezekhez a könyvekhez? Így van, és a könyvtárunk különös tekintettel van arra, hogy az olvasói igényeket feltérképezze, tehát amint jelzi egy-egy olvasónk, hogy mit szeretne olvasni, vagy milyen témában szeretne könyveket beszereztetni, mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk erre, hogy minél hamarabb, minél szélesebb körben, és tulajdonképpen minél gyorsabban hozzájusson az olvasó a konkrét igényeihez. Hát amennyiben beleillik a könyvtárgyűjtő körébe, amit szeretne. Úgyhogy ezzel kapcsolatosan szoktuk is könyvelni, hogy mely könyveket kéri az olvasó, és ezt folyamatosan figyelemmel kísérjük, és a rendelésekkor prioritást élvez ezeknek a beszerzése. Ez felnőtt könyvekre, gyerekkönyvekre egyaránt vonatkozik, ugye? Sőt, volt úgy, hogy diafilmeket nagy arányban rendeltünk, tehát ez is most újabb divat, hogy a gyerekkönyvtárban diafilmeket keresnek, és akkor nagy számban, amit el tudtunk érni, és igény volt rá, azt beszereztük. És mik a trendek egyébként? Akkor maradjunk a gyermekirodalomnál. Hát nagyon sokan szeretik a foglalkoztató könyveket, aztán tulajdonképpen nem is tudnék kiemelni egy-egy típust, mert tényleg a mesék, akkor a pici babakönyvek is jellemzőek, a lapozók, aztán az ifjúsági irodalomban is nagyon nagy számban érdeklődnek. Például Leiner Laura nevű szerzőnek a könyvei nagyon népszerűek, úgyhogy képregények is most már egyre nagyobb számban beszerzésre kerülnek, úgyhogy tényleg igyekszik a könyvtár minél szélesebb spektrumot kínálni az olvasók elé, úgyhogy ebben bízunk, hogy minél többen meglátogatnak bennünket, és tényleg minden igény ki legyen, vagy ki lesz elégítve ezáltal. Én mindig örömmel hallom az ilyen tapasztalatokat, hogy tényleg vannak még, akik olvasnak még hozzá, akkor szép számban. Én köszönöm Önöknek a beszélgetést, és további szép szakmai sikereket kívánok a pályafutásuk során. Mi köszönjük a meghívást. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet, hiszen ennyi volt mára a műhely. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!